Tisztelt szombathelyiek! Egy évvel ezelőtt itt álltunk polgármester elődömmel, Puskás Tivadarral, és lelepleztük ezt a táblát, amelyik a 1945. március 4-i bombázásnak állít emléket. Egyrészt a pusztításnak, hiszen a mögöttünk lévő épület, a Székesegyház elpusztult, másrészt annak a csodának, hogy a bent lévő emberek közül ketten, hiszen mise után volt a bombázás, túlélték ezt a tragédiát. De nagyon sokan vesztették életüket Szombathelyen. Több mint 300 ember vesztette életét ezen a napon. 4 házból 3 megrongálódott, 4-ből 1 pedig súlyosan megrongálódott. Szombathely modernkori történetének legnagyobb vesztesége volt ez a nap. És mégis, amikor emlékezünk, akkor egyszerre emlékezünk a pusztulásra és a teremtésre, a közösség erejére. Hiszen ezt követően Szombathely összefogott, és a közösség erejét megmutatva újraépítette a Székesegyházat, és újraépítette a várost. Most is ez a dolgunk, hogy a koronavírus elmúlása után a közösség erejét megmutassuk, és építsük együtt újra Szombathelyt, a gazdaságát, az egészségügyét, a szociális részét. De most először meg kell állnunk, emlékeznünk kell, és utána erőt merítenünk. Kitartást, Szombathely!